Örömteli, megható és felemelő pillanatokban bőven gazdag volt az idei nagykorúsítási ünnepség szovátán, amit ezúttal is a város egyik legszebb és legnagyobb rendezvénytermében tartottak meg. A Domokos Kazimér szakközépiskola vezetősége, a pedagógusok, a szülők és a hozzátartozók jelenlétében. Mivel ez a tanintézmény egyik legfontosabb éves rendezvénye, így minden egyes alkalommal, nagy odaadással és lelkesedéssel készülnek a szervező 11-es diákok. A szalagavató az örömünnepe is. Örömünnep elsősorban a végzős diákok számára, akik boldogan tekintenek vissza a megtett útra, ugyanakkor kíváncsian néznek a jövő új lehetőségei, kihívásai felé. Örömünnep a szülők számára, akik büszkén, könnyeikkel küszködve figyelik gyermekeiket, hiszen eljutottak életük első mérföldkövéhez. És örömünnep az iskola számára, ugyanis néhány hónap múlva ismét útjára bocsáthat egy újabb generációt, bízva abban, hogy az itt megszerzett tudás birtokában magabiztosan lépik át a felnőtt kor küszöbét. A három végzős osztály bevonulásával vette kezdetét a színvonalas rendezvény. Előbb a 12A matematika, informatika, intenzív angol osztály tanulói és osztályfőnökük Celec Andrea tanárnő foglalta el a helyét. Őket követte a 12B társadalomtudomány osztály tanulói és osztályfőnökük Sikó Emőke. Végül a 12C kereskedelmi technikus és turisztikai technikus osztály, valamint osztályfőnökük Bokor Tímea sétált be a terembe. A műsor egy részét ezúttal is a köszöntő beszédek tették ki. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még. Most valóra válhat minden, ami szép. Az élet a munkára tárt karokkal vár. És hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Szép ruhába öltöztetek. Azt mondják, milyen ünnepies ez. De én azt mondom, hogy így összegyűlve nem is csak a ruha teszi szépé ezt az ünnepet, hanem ti magatok teszitek szépé ezt az ünnepet. Ti vagytok a szépek. A ruha esetleg csak segít. De ha ti nem visztek szépséget bele, mind lehetnek a szép ruhák. Azért gyűltünk ugye összeét, hogy ezekre a szép fiataljainkra figyeljünk, hogy ünnepeljük őket abból az alkalomból, hogy középiskolai évek vége felé közelednek. Összegyűltünk azért is, mert csak ők, és nem csak ők, hanem velük együtt, mi is elértük életünk egy olyan szakaszát, amely úgy néz ki, hogy lezárul, és ennek végéhez érünk. Ilyenkor úgy szokás, hogy ünnepeljünk, és számot vessünk, és örüljünk, és meghatódjunk azon, hogy ezt is megadta nekünk az Isten. Kedves szülők és kollégák! Az, hogy ezek a fiatalok most itt ülhetnek előttünk, és együtt ünnepelhetünk, nem csak az ők érdemük, kellett hozzá a ti gondoskodó szeretetetek is, biztatásotok, odaadásotok, áldozatkészségetek. Mindezért köszönet jár. Kedves végzős diákok, megtisztelő volt számunkra, hogy életeteknek ezekben a fogékony esztendeiben mellétek szegődhettünk és kísérhettünk titeket. Remélem, hogy azok az értékek, amelyek szerint igyekeztünk nevelni, számotokra is fontosak. Fontosak lettek, és talán segítséget adunk később is. Életetek során. Ilyen alkalommal felmerül bennünk a kérdés, hogy mi nevelők jól használtuk-e fel rendelkezésünkre álló időnket és időt, amit rátok szántunk. És mindennel felvérzeztünk-e titeket, amire a felnőtt életben szükségetek lehet és lesz. Bízunk abban, hogy ez így van. Bízunk abban, hogy minden, amit tettünk értetek, az valóra fog válni. És a való életben majd mindenkor emlékezzetek arra, hogy nem azért tettük, mert sanyargatni akartunk, hanem azért tettük,
hogy önállóan egy olyan társadalmat építsetek, amelyben jól fogjátok érezni magatokat. Most úgy hisszük, hogy egy védett helyről indultatok a felnőttek világába. Erre készültök ti régóta. Felnőttnek lenni jó. Jó, mert önállósággal jár. Jó, mert függetlenséget ad, de felelősséget is. Ezért egyben nehéz is, mert a minket körülvevő világban túl nagy a szabadság, ami bedarálhat, elbizonytalaníthat, és erős az anyagi javak hajszolásának kísértése. Kellenek kapaszkodók, mert nem találjátok meg, vagy könnyen elveszíthetitek a jó irányt. Titeket igyekeztünk közösségben nevelni, és bízunk benne, hogy megéreztétek méltó emberi életet, csak hitben és szép emberi kapcsolatokban érdemes élni. Olyan közösségben, ami biztonságot ad és kiteljesít. A mi közösségünk ilyen. Nem sokára elérkeztek itteni tanulmányaitok végéhez. A vég a kezdetnek az ösvénye, menjetek és kezdjetek az újhoz, menjetek, legyetek erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és ne feledjétek soha, hogy az iskolába járhattok, olyan iskolába, mint a Damokos Kázmér. A szallag sok jelentést hordoz, mint minden szimbólum. A szallag elválaszt, és összeköt is. A szallag mutat az érettségre, és a nagy kérdéseket is idézi. Jól döntöttem? Ez az, ami igazán nekem való? Számot vetettem a világ által kínált lehetőségekkel? A feltűzendő szallag tehát arra figyelmeztet, hogy ne hagyd magad, hozd meg a döntésed, tűzd ki a célt, különben elveszél. Nagy örömömre szolgál, hogy meghívtak, és még nagyobb örömömre, hogy itt lehetek. Mindig is fontosnak tartottam és tartom a városunkban különböző generációknak az ünnepélyeit megtisztelni jelenlétemmel, de talán kiváltképpen a fiatalságnak a nagykorúsítás ünnepsége az egy olyan mérföldkő úgy a fiatalok életében, mint az egész közösségünk életében, amelyen kutya kötelességemnek érzem, hogy jelen legyek. Úgy adódott, hogy egymásra tevődés egy szomorú, illetve ez a vidám ünnepély, és nem csak azért választottam a jelenlétemet, hogy itt leszek, mert hogy vidám, hanem azért, mert hogy meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon fontos mindnyájunk életében, a közösségünk életében, a városunk életében és a vidékünk életében. Ez egy mérföldkő. És mostantól kezdve az életetekben egyre többször fogjátok ezt hallani, hogy mérföldkő, válaszút, megpróbáltatás. Talán ebben a periódusban most, amely következik ebben az elkövetkezendő egy évben, egyre többször. És ez így is van. De ugyanakkor én úgy érzem, hogy a ti generációtok, ti, akik itt ültök, átesztetek, ha lehet így mondani, a tűzkerességen. Én 7. éve vagyok polgármester, és mindig a nagykorosítási ünnepségen részt vettem, amikor meg tudták szervezni. Volt egy periódus, ugye, amikor a járvány miatt nem lehetett, illetve volt egy alkalom, amikor egészségügyi okok miatt nem tudtam jelen lenni. De ez az említett járvány, ez is egy mérföldkő mindnyájunk életében és a ti életetekben. Előtte és utána többször mondjuk, de utána egész biztos, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket teljesen másként éljük meg mindnyájan. Sokkal nagyobb örömünkre szolgál, hogy egymást támogathatjuk, egymás mellett szorosan ülhetünk,
nehogy Isten, hogyha szükségünk van, egymást közelről bíztathatjuk. Én bíztatni szeretnélek titeket, hogy bármilyen nehézség is van, a Jóistenbe vetett hit, azok az értékek, amik mentén több száz éve nemzetünk fent tudott maradni, nemzeti öntudat, kereszténység, család, ezekbe kapaszkodva túl fogjuk élni. És túl kell éljük főként ti, fiatalok. Egy településen, egy vidéken több generáció él egymás mellett, lehetőleg egymást támogatva, de egy generáció nélkül nincs jövő, és az a fiatalság. Ezért nagyon-nagyon fontos, és mindig kihangsúlyozom, hogy ti vagytok a jövő. Szüleitek, nagyszüleitek, családotok, aki itt van, kezdve azóta, mióta családalapítást, gyerekvállalást tervezett, ezért tervezte, hogy majd, ha lehet így mondani, ti lesztek az életük munkája. Tanítóitok azért tanítottak, hogy majd ti lesztek azok a következő generáció, amely ezt a települést, ezt a vidéket fent tudjátok tartani, tudásotokkal, munkátokkal, szorgalmatokkal. És el kell mondjam, hogy a városvezetés is ezt tartja. Látjátok, városunkban, de a környékbeli településeken is elég szépen gyarapodnak az infrastruktúrális beruházások, a létesítmények, de ezek nélkületek, családok nélkül, gyerekek nélkül, csak létesítmények, amelyek magukban nem érnek semmit. A gyerekek, a fiatalok, a család adja az értékét ezeknek a létesítményeknek, és az a sok évi, több generáció munkának. Ezt követte a 11-esek műsora, akik a tánc nyelvén szerettek volna örömet okozni a végzősöknek. A koreográfiát Nagy Rita táncoktató tanította be. A 11-es diákok üzenetét Szekeres Abigél közvetítette az ünnepeltek felé, majd Szabó Tibor, Teller Ede egyik versét szavolta el az egybegyülteknek. Úgy gondolom, hogy a szalagavató,
Kalandos utazásotok egyik meghatározó állomása. A nagy rohanásban és sürgés purgásban, ami most körülvesz titeket, egy kicsit megállunk. Ez a nap most rólatok szól, ma mindannyian nagykorúvá váltok. A felnőtté válás azonban nem csak szabadsággal és lehetőségekkel, hanem rengeteg felelősséggel is jár. Eddig szüleitek és tanáraitok feleltek értetek, mostantól rajtatok a sor, hogy felelősséget vállaljatok önmagatokért és másokért, munkátokért és döntéseitekért, minden kimondott szóért és tettért. Mától elvárják tőletek, hogy komolyak, bátrak, önállóak és céltudatosak legyetek. Az idő megállíthatatlanul telik. Nemrég még az ABC-t tanultátok, csak most kezdtetek el megismerkedni a történelemmel, a kémiával, és mintha tegnap tanultatok volna meg bemutatkozni idegen nyelven. Ti már a technológia gyors fejlődésével párhuzamosan nőttetek fel, ami segítségetekre vált az évek során. Közös éveitek is az online világban kezdődtek. Ez megnehezítette az ismerkedést, a barátkozást, hogy igazán közel kerüljetek egymáshoz. A koronavírus gyakran korlátozott, ennek ellenére sok közös kalanddal, élménnyel és tudással gazdagodtatok az évek során. Együtt izgultatok felelések előtt, együtt nevettetek, amikor valaki kidőlt, mert túl sokat billegett a székkel, kirándultatok, értekes és tanulságos előadásokat hallgattatok az iskola dísztermében, összedolgoztatok a város kidíszítésén a Tökfesztiválon, felfedeztétek a high-tech termet, a hagyományőrző napokon a múlt értékeivel, feledésbe merült mesterségeivel ismerkedtetek meg, az iskola másként héten változatos programokon vehettetek részt. Tavaly közös erővel szerveztétek meg az akkori végzős diák maturanduszát, és most ti álltok itt. 4 év alatt sokat változtatok. Fejlődtetek és felnőttetek. Tanáraitok és osztályfőnökeitek kitartó munkája által nem csak a kötelező tananyagot sajátítottátok el, hanem az értékes és tartalmas élethez szükséges jó tanácsoknak is birtokába jutottatok. Madács Imre így fogalmazott. Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. Ami a szívetekben van, az csak a tiétek, senki sem veheti el tőletek, ettől lesztek igazán egyediek. A tudásotok egy örök érték, amire mindig hagyatkozhattok. Gondolkodj, higgy, álmodj és merj. Walt Disney örökérvényi tanácsaival szeretném zárni gondolataimat. A 11. évfolyam nevében kívánom, hogy legyen hitetek, erőtök megoldani az előttetek álló problémákat, motivációtok, kitartásotok és önmagatokba vetett bizalmatok. Utatokon kísérjen boldogság, szerencse, az iskola kapuin kilépve se érezzétek magatokat elveszettnek, hanem bátran nézzetek szembe az új kihívásokkal. Éljetek minden lehetőséggel, amit az élet kínál nektek. Lélekben maradjatok meg gyermeknek, nagy álmokkal, világ megváltó tervekkel, életre szóló barátságokkal, határtalan szeretettel és jósággal. Keresni, várni, semmit sem akarni. Szeretni, vágyni, egyedül maradni. Nézni a világot becsukott szemekkel, látni azt, amit még nem látott ember. Gyönyörködni titkos mély harmóniákban, emlékezni arra, mit sohasem láttam. Szeretni, imádni a szent tisztaságot, a szelet, a felhőt, a havat,
az álmot. Tenni a helyeset nem kis örömpénzért, nem a túlvilági örök üdvösségért. És félni, hogy talán még igazság sincsen. Tudni, az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. És makacs reménnyel mégis-mégis hinni, hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. A végzősök üzenetét Márton Anna Kamilla tolmácsolásában hallhatták a jelenlévők, aki beszédében köszönetet mondott a szülőknek és a pedagógusoknak a sok segítségért és támogatásért. Ma örömmel tele, és boldogan állok itt társaimmal, hogy ezt a különleges alkalmat ünnepeljük. Érzelmeink kettősek. Lezárul a gyerekkor, helyét egy új út, a felnőtté válás útja veszi át. Ez egy olyan pillanat, amely nem csak azt jelenti, hogy tovább lépünk életünk következő szakaszán, hanem azt is, hogy iskolai közösségünk felkészül az elengedésre, az útrabocsátásra. A szalag, amit osztályfőnökeink tűztek fel ünneplő ruháinkra, szimbolikus jelentéssel bír. Az iskolához való tartozást is jelenti, melynek gondoskodálás alatt cseperedtünk fel. Hisz iskolánk nem csupán tanúja, hanem alkotója, formálója is volt annak a küszöbön kopogtató felnőttnek, akivé váltunk. Az az ismeret, tudás, akaraterő, szeretet, barátság, emberség, türelem, amit iskolánkban szereztünk, nyomot hagy személyiségünk falán. Mindezért hálásak vagyunk. Iskolánk, tanáraink, szüleink tanítottak, neveltek bennünket, és vezettek eddigi életünk során. Ha hálásak vagyunk valakinek, de azt nem adjuk tudtára, az olyan, mintha szépen becsomagolnánk egy ajándékot, de nem nyújtanánk át. Mi viszont tiszta szívből mondjuk, köszönöm! Kedves osztálytársaim, évfolyamtársaim, ez az időszak életetek egyik legmeghatározóbb időszaka. Legyetek büszkék, hálásak, hogy ma itt lehettek és ünnepelhettek. Fogadjátok szeretettel Marian Williamson szavait. Az életben eljön az idő, mikor tovább lépünk, új kihívások elé nézünk, és felnőtté válunk. Bár a változás néha nehéz lehet, mindig emlékezz arra, hogy benned van az erő és a képesség, hogy megbirkózz ezekkel a feladatokkal. Ne félj lépni az ismeretlenbe, mert ez az, ami lehetővé teszi számodra, hogy felfedezd a saját tudásod és elérd a céljaidat. Búcsúzz a mától, és üdvözöld a jövőt, mert a legjobb még csak most kezdődik. Köszönöm szépen! Az ünnepség fénypontjaként feltűzték a jelképes szalagot a végzősökre. A mellkasra tűzött szalag üzenetet hordoz magába, jelzi, hogy vége a gyermekkornak. Felnőttetek, szeridítsétek meg az ismeretlent, alkossatok egy olyan világot, amelyben jó otthon lenni, fogalmaztak a rendezvényen. Végül a Bajdázó Együttes Lekapcsolom a villanyt a fejemben című dal feldolgozását adták elő a tanintézmény diákjai, Bányai Borbála zenetanárnő vezetésével. Lekapcsolom a villanyt a fejemben, mécset gyújtok szívemben, hogy fényeljen. A világ botránk, akkor tudom, jó felé visz az utam. A szerelem az egyetlen igazság, az egyetlen.
Napról napra